Jó reggelt kívánok! 2 óra 7 perc van. Neki indulunk a túrának. Letelt a 11 órás pihenőm. Úgyhogy akkor most szépen nekilódulunk, sötét van, látnivaló meg nincsen. Nyílik. És akkor neki is indulunk, és akkor egy 4,5 órás etapot letolunk most hirtelen, ilyen fél hét felé majd meg fogok állni. Tehát addig még 45-ös számú pályának fogunk menni. És akkor a 45-ösről megyünk Frankfurt felé, aztán a 3-asra, és akkor úgy pedig Szubennél lépjük a határt, és Velsznél lesz az első lerakónk. Úgyhogy elhagyjuk Menden, sötét van, látnivaló nincs, majd ha kivilágosodik, akkor jövök. Szépen kivilágosodott, 6 óra 20 perc van, és idején kiállok enni egyet. Bízva abban, hogy lesz hely. Már elindultak, és így hagyva nekem helyet parkolásra. Meg is nézzük. Hát igen. Bejöttem a csőbe. Hát, meg van itt hely, rogyásig. Kérem szépen, hát van itt hely. Hát én ide beteszem, aztán jó is vagyok. Így la. Eltöltünk egy 45-öt. Pihenőidő letelt, indulunk tovább, visszatérünk a 3-as számú pályára. Úgy döntöttem, hogy ki fogok menni tankolni egyet. Itt van 15 percre. Ú, de jó sütanak. Percre itt van a kijelölt kutunk, úgyhogy ott megtankolok, és akkor az elég lesz egy jó darabig. Ha visszatértünk, hát megyünk nappal szembe, gyönyörű lesz. Megjöttünk a Geiselwindi benzinkuthoz. Én letérek és megtankolok. Gondolván a jövőre. Most ezzel talán ezzel a tankkal elmegyek ugye Bécsig, és akkor utána meg ott volt tankolok, tehát jobb ez így, hogyha itt megtankolok, nem nagy kitérő. Ha szerencsém lesz, akkor nem lesznek sokan.
megállok és tankolunk egy jót. Hát éppen nincs senki, legjobb. Úgyhogy tankolunk. A tankolás megtörtént. Meg kell forduljak. Pont annyi időt vett igénybe, hogy egy 15-öt ki tudtam menni. Most van egy 15-ösem, és akkor visszatérünk a 3-asra, már a teli tankkal roboghatunk tovább. Gondolom a tankolásról is most. Éppen visszatérünk a 3-asra, aztán már folytatjuk is tovább a túrát. Elérkeztünk Nürnbergnél a 9-es 3-as kereszteződéséhez, és ugye mi a 3-ason folytatjuk tovább az utunkat egészen Szubenig. Úgyhogy itt most lehajtunk róla, mármint hogy folytatjuk tovább az utunkat a 3-ason. És ugye ha a sávok között gondolkodik, hogy melyiket válassza, akkor érdemes egy kicsit balra tartani. Később megtérünk. 226 km-re vagyunk a határtól. Aztán innen a 3-asról le nem szállva közelítünk meg. Tartsunk balra, az jó. Egy óra vezetési idővel vagyok. Van, és 8 óra 30 perc. Még 9-kor már 22 fok van. Fél óra nagyon jó idő lesz ma is. Ami engem csak annyiban zavar, hogy ugye korán vége lesz a napnak. És ha korán vége a napnak, akkor bizony ebben a melegben kell tudnom majd pihenni valahogy. A robogunk most még 224-et. Érdekesség lesz akkor. Csoda szép hölgyhíd.
Nagyon szép volt a panoráma, a falra pedig egy település is található. Még 200 km a határ. Gyönyörűen mehetünk szépen tova. Regensburg előtt érkezünk a Dunához. Lépjük ezt a csodaszép folyót. És aztán mivel előzni tilos lesz, ezért fölveszünk a távolságot, aztán megpróbáljuk a kollégák diktált a iramot tartani. A Regensburg akkor Continental Arena. Majd jövök. És itt a fák között már megpillanthatjuk Continental Arena tetejét. Aztán pedig elénk tárul gyönyörű piros képe. Tábla mutatja 34 km hosszan, előzte piros. És fölveszünk a távolságot, követjük az előttünk haladó Dunához érünk. Közelebbről egy szemügyre, gyönyörű folyamot. Szép kis település. 115 km van még a határig. Most visszafelé is megnézhetjük Dunának ezen ágait, kanyarok alattunk. Hogy háromszor még megnézzük. Kapott egy kicsit. Nem úgy szép. Az idő kellemes, 25 fok van. Még 70 km-ünk van a határig. És itt Duna, ez már a gyönyörű híd. Még 60 km-ünk van a határig. Itt most ment át alattunk az Uszály. Dunaudálhoz érkezünk, a Dálatos Völgyhíd. Gyönyörű lábkép. Alattunk csörgedező Duna. És a település. Gondoltam, hogy átmegyek Ausztriába, és ott fogunk majd félreállni. 24 km-re vagyunk a határtól, és egy fél órát még ki kell, hogy vegyek, mert belelépünk a 10 órát vezetési időbe majd. Igaz, hogy csak éppen hogy, de nem baj, mert akkor legalább onnan tudok még tovább menni. Pihenőhelyet keresve, ha lesz még idő rá.
de ha gyorsan lekapkodnak, akkor nem lesz még csökkentett pihenőidőm se. A robogunk, mondottam, 23 km. Átteresztő ponthoz érkezünk, ami a túloldalon van. Ez már sugallja nekünk, hogy nem járunk messze a határtól. Egész pontosan 7,5 km-re. Határnál majd megérkeztünk a határra. Lépjük az infolyónál, bennél. A tábla a Republik Összterej. Pedig az infolyó. Megnézzük a felreseket. Munkagép, tartály. Hát egyelőre ez a mai kínálat. És akkor most nyakunkba kapjuk a lábunkat. Irány a Hurahui pihenőhely. Aztán ott kiveszek egy fél óráskát, aztán mehet tovább lerakóra. Oh, Hungaroring! Megérkeztünk a Murahui általam kiszemelt parkolóhoz. Akkor bemegyek és eltöltünk egy fél órát. Tervezek. Még egyszer utoljára. Jobb oldali sáv, nem Árpád, enyhén jobbra. A medve és a nyuszika sétálnak az erdőben és összefutnak a jó tündérrel. Jó tündér mondja, jó napom van, teljesítem 3-3 kívánságotokat. Medve, sok-sok medvelányt akarok. Nyuszika, répa tortát. A medve, még több medvelányt akarok. A nyuszika, akarok egy Ferrari. A medve, még több medvelányt akarok. Mire a nyuszika? A medve legyen meleg. Illa. Megérkeztünk, eltöltünk egy fél órát. Oké, a pihenőidő letelt, illansom. Ha csimogatom meg a buksi fejeckédát, újra tervez a bácsi, jó? Visszatérünk a 8-asra. Megteszünk rajta 42 km. 50-re pedig már ott lesz a rakom. Az első.
ott azon érdemes balra tartani. A8-at elhagyjuk. Rátérünk az A25-re. Irány Linz felé. Linz. És elméletileg 8 kilométerünk van vissza a lerakóig. Ugye itt, ha maradnánk az A8-on, akkor mehetünk az lambakba. Az asszony. Hello, hello, hello! Mire az asszony? Na mi van? Nekem már nem is köszönt. De ugye most nem megyünk be lambakba, mindenünk rendben van, tankoltam is. Rendben vagyunk. Megteszünk 6,4 kilométert. Hát itt lehajtunk az autópályáról. Elméletileg ide jövünk jobbra valahova. Körülbelül tudom is, hogy hol járunk. Szépen kihajtunk. Teljesen jó helyen vagyunk, innentől kezdve már ismerős is a táj. Jártunk mi már itt. Már mutatja a tábla is, úgyhogy nagyon jók vagyunk. Ugye itt célforgalomba lehet behajtani, és az én navigációm nem nagyon akar videózni engem. Tehát most már jó helyen vagyunk. Nem sokára odaérünk. Ipari parkrész, érkezünk Velszbe. Tovább egy kicsit. Nem tudom, hogy nem itt kellett volna bemenni, de lehet, hogy itt kellett volna bemennem. Na mindegy, majd mindjárt meglátjuk. Úgy gondolom, hogy ott kellett volna bemenni. Ott van a cég maga. Igen. Megfordulok és akkor bemegyek onnan, mert így most úgy jöttem rajta sajnos. Nem gond. Itt meg is tudtam volna fordulni. Meg itt is. Megnézzük, hogy itt milyen lehetőségek vannak. Meg kéne forduljak. Nekem navigáció így bevinne engem, de hát
Na, nekünk kerüljük. Hát így mutatja. Akkor bejövünk és megnézzük innen hátra be lehet támadni. Még a végén lehet, hogy innen lesz a jobb. Azt mondja, hogy van egy 3,5-es tiltás. Lehet, hogy csak megfordulok ám. Jó, hát akkor innen nem megyek be, akkor inkább visszafordulok és akkor onnan. Semmi gond. Hoppá. Az zavart meg az 3,5-es behajtási tilalom, pedig pont azt hiszem, hogy a cégig el lehet menni, és utána van a 3,5-es tiltás. Úgyhogy kellene pánik, szépen visszamegyek, aztán meg is érkezünk a lerakóra. Jó, de szálka se. Szépen beállunk. Aztán bejelentkezek. Ott a cégnél látom. Voltam is én már itt. Egyébként itt kell bemenni, csak eltévesztettem a bejárót. Azt mondom, nem probléma, még el sem probléma, mert semmi sem nem probléma. Na, itt kell nagyon nézni, és akkor azt mondom, hogy itt be kell söngyörödnünk. Még zsákutca meg 3,5-es tiltás. Na, mi lesz fel egy jó barát menni? Mi meg is érkeztünk. Itt lesz a lerakásunk. Megjött. Kérem, a lerakás megtörtént. Indulás van. Szépen hatolunk innen kifelé. 34 kilométerre kinéztem én egy pihenőhelyet magamnak. Hát ez egy jó fél órás túra. Odaig eljutok, akkor nem kell csökkentett pihenőidőt se tartanom. Úgy az teljesen jó lenne nekem. Itt most egyelőre kihatolunk a Lipoli Park részről, visszamegyünk az A25-re, és aztán azon tesszük meg a 33 kilométert, és akkor ott leszünk a pihenő helyünkön. Így most aztán hát átléptem már 10 perccel a 9 órát, hogy még itt lesz most egy
fél óra környéke, úgyhogy ilyen 9 óra 30-ra fogok megállni. Az úgy nekem jó lesz, elég lesz. Forgalomra számítsanak, kedves utasaink. Háj, nagyon vigyázz, vigyázz, második kijárat. Hát, fiam, az, hoppá, akkor elköptem, utána balra. Egyenesen nem, balra. Így van. Anyu, bennünket mafiózónak neveznek bent az iskolában. Jó, bemegyek, elintézem. Oké, csak csináld úgy, hogy balesetnek tűnjön. Én ezt úgy szeretem. Szóval előttünk az A25, erre kell, hogy fölcsőrjünk. Első körben megteszünk 13 kilométert, aztán meglátjuk, hogy meddig jutunk, meg hova jutunk. Elhagyjuk az A25-öt, ezzel a kanyarral rácsűrünk az A1-re. Biztosan izihet, tartsuk balra. Holnap kora reggeli lerakóm lesz Bécsbe, 5 óra 45-re kell odaérni, úgyhogy megint korán fogunk menni, mert hogy sötét lesz, sőt szerintem biztos. Mert hogy ott végzek a lerakással, akkor már világos. Tartsuk balra, jó? Ez mondjuk az az okosság, amit kevesen szoktak maguk évvel tenni a nagy forgalomban. Rendszerint a jobb szélső sávból akarunk aztán később balra kanyarodni, ami lúzerség. Lúzerség mindenképpen, aztán lehet magyarázkodni, és akkor tudom ajánlani, hogy amikor neki megy valakinek ön, akkor utána, ha kiszáll az autóból, akkor kezdjen ezzel, mennyivel jöttél? Így szokták. Szóval itt most robogunk még. Hát egy 30 kilométert szeretnénk megtenni, és ott lenne egy ilyen parkoló, az nekem nagyon megfelelne. Majd meglátjuk. Elértünk egy parkolót, benézek ide. Megnézem, hogy mi újság. Lehet, hogy itt meg is állok, aztán itt lesz a éjszakánk. Hát elvégre mégis ne lehetne. 10 percet tudnék még menni, de ez itt már biztos, tehát itt már itt vagyok. Úgyhogy köszönöm, ha ma is engem választottatok. Mindenkinek minden jót kívánok. Béke legyen veletek és szeretteitekkel. Holnap innen folytatjuk szerintem. Jó lesz az itt.